Trust me, I'm an engineer. Oh shit, I think I'm out of here. Sziasztok srácok, ma egy igen különleges vendég lesz itt a csatornán, egy igazi YouTube sztár fog eljönni hozzánk. Szép jó reggelt! Jó reggelt! Szevasz Tomikám, mi a helyzet? Hello, szia! Halli! Szia! Dráskőcs Andris! Beharangoztalak, mint hatalmas YouTube sztár, úgyhogy... Ezt azért nem, ennyire azért nem kell. De, hát Doug Demuro személyesen. Arthur Tusiknál, és akkor jön hozzá, mint Colin Firth. Igen. Colin Firth. Simán? Na, mit találtál, Lukat? Tomikám, hát azt még ott nem tartok. Kurva jó ez a kocsi. Nem tudom, miért fikáztak téged, de... Bazd meg! Egyébként elmondanám, hogy törelék annyira szól a helyzet, mit gondoltak. Hát... Nézd meg, hogy én mit vettem. Ez biztatom, nem? Majd azt megtekintjük, erre kíváncsi vagyok. De igen, tehát, hogy no, esztétikailag nem szép, de azt szerintem itt ebben a műfajban... Van rajta egy pici, igen, hát jó, most már le van szar, vettél hozzá, tehát jó normális ember módjára. Itt van egy kis, mondjak kérlek. De ezt meg lehet csiszolni. Na jó, de benne van az a VTS motor. Igen, az annyi igazából. Teljesen jó néz ki. Hát most, na, tehát tényleg nem az esztétika a kulcs, de összességében én azt mondom, hogy nem vállalhatatlan. Volt ilyenhez szerencsém, és tudom, hogy ez egy kurva jó autó, tehát... Jó, egyébként vezetni szerintem tényleg nagyon jó, szóval ez tipikusan az autó, amit aki nem próbálta, vagy nem ismeri, az nem fogja érteni, hogy mi benne a poén, de nem baj. Addig jó, mert addig ilyen alacsony áron lehet venni, igen. Ez tök jó, ezt csak ragasztani kell, nem? Na hát igazából ugye itt a Carpitból, ha jó van Ádám, újra egyes egész napi munkának. Igazából el vannak törve, tudod, a patentok. Na nem baj. Ronyó módon felrakjuk a farakásra, aztán a professzionális youtuber és a professzionális karosszériás lakatos mester. Aha, professzionális. Na, szóval akkor van egy lerohadt küszöb végül. A küszöb többi része az egész jó. Gyerekek, hát nincs itt baj, le kell vennünk ezt a szélesítést is sajnos. Mert másképp nem fogok hozzáférni. Jó, hogy gipszkarton csavarra tették fel, ez mindig megnyugtatok. Adam bemutatja a szakszerű. Nem. Adam bemutatja, hogy olyan nem szakszerű, de ha egyszer már szilopasztal van felragasztva, akkor nem tudok vele mit csinálni. Igen. Közben egyébként itt van Tomi még. Én nem mutattam, mert most ez a nagyon igen, YouTube-os. Igen, itt szemlélünk egymás, a két YouTube-et igen. Találkozik. Ráadásul igen. Majdnem ugyanolyan kamerák, ez teljes. Igen, igen, talán. Teljes. Csavar. Jó, hát azt hiszem, attól nem kell félnem, hogy leverem a festést, igen. Mert már le van, szóval. Ádám pedig köszönjük ezt, hogy nyomjuk a színesítést. Valaha ilyenek fogták. Hát. De valaki ezt alatta hagyta és diszkréten sziloplaszttal pótolta. Hát még mindig jobb, mint hogyha zsiguli itt lenne ráhegeztve kívülre. Basszus. Némi szigetelés maradvány. Ez azért minimum biztató. Nem baj. Valami lesz, nem kell izgulni. Elengedt a... Jó, hát ez sajnos... Odáig kell, hogy idáig jön a küszöb takaró, ugye? Nem, de. Nem, szerintem a küszöb, hát idáig. Idáig csak. Szerintem jó. De várjál, mert ugye utána meg még rájön a panel. Tehát jó, a panel, tehát hogy igen, tehát látsz. Tehát akkor nem, igazából itt nyugodtan elvághatom, mert sajnos itt meg elengedte a gyári tömítő massza. Jó, hozzuk egy flexet, megnézem, azt eldöntjük, hogy a tankot le kell levenni, mert nem igen, Sandor gyanom, hogy le kell venni. Csak megjegyzem, hogy még van egy órán kell ugrani egy küszöbért. Igen, az baj, hogy én nekem azt mondták, hogy három hajtóshoz meg sehol nem lehet kapni küszöbet. Tehát, hogy ez hajtogatás lesz. Igen. Az a belső cucc, tehát, hogy az szigetelő, vagy nem tudom, tehát ez végig a beltérben az van. Úgy, de jó, de akkor attól ezt... még lehet, hogy nem gyári, persze. Akkor ezt még lehet is kiszedni innen. Várjátok. Hogy az autót. Várjál, mert itt felnyúlva... Az már belülről érkezett. Viszont, ha adtok egy kamerát, akkor megmutatom, hogy annyira nem is cinkes a helyzet. Melyikünk kamerát ennyi? Azt hiszem, egyszerű, hogyha. És legalább látjuk, hogy mi a here van. Majd Tomi lehet ugye... Most Adam elforgatta, jó? Oké, Tomi, most mi a halál van? Semmi, csak elényúltál az érzékelőinek. Igen, hát itt azért még van mit kivágni, viszont arra följebb
semmit nem láttok belőle, nem érdekes. Higgyétek el, hogy jó. Higgyétek el, hogy arra jó. Megjött az öcsém. Mi a fasz? Hozott egy Subarut. Egyébként az baj, mondjuk itt még szerintem a környéken, itt lehet venni. Azért bazd meg, mert jött egy híres youtuber aztán. Jaj. Mi van? Jaj. Ja, öcsét. Hogyne? Ja, bocsánat, felejtettem. Valakinek dolgozni is kell rám, hello. Igen. Jó van. Na igen, Tomi, ezt vásároltad ezt a... Igen, ismételten az impulzus vásárlás hatály alá esett a dolog. Nekem ilyen impulzusaim vannak, látod? Durva, mi? Ja, mások csokit vesznek te autót. Mondjuk árba is hasonló volt. A fényezés az nem gyári, mint látod. Minimális különbség van így árnyalatban. Talán észrevehető. Hát nem. Esetleg, hogyha kicsit így a surlófényben nézed, nem, akkor látszik a rozsda is. Nem, látok itt semmit igazából. Tehát ez hibátlan. Igen, ott látszik, hogy nincs meg a díszlét. Van ilyen hiányosságai az autónak, meg... De jó, ezek a felnik nagyon jó, nekem nem tetszik. Nyitva van, nyugodtan. Köszönöm. Tedd magadéve. Nem nyílik neki elvileg az ajt a házfalának. Ja, de a feeling az megvan a belső. Nyugodtan üljél be, én ja, is be. Kulcsot pedig. Kulcs. Jaj. Ha be akar intrani szólnál, az egy kicsikét az furább. Indíts be. Váltó, az nagyon jó. Némi szinkron problémái igen, vannak, jó, hát jó, de feelingre, tehát tök. Kényelmes, nagyon jó kattog, szépen lehet rakni fokozatba. Meg ez a váltószoknya. Rövid úton jár. A váltószoknya az lehet, hogy megeszi a kezed alkalodat, úgyhogy... De az, tehát hogy olyan ez, mint valamilyen, nem tudom, klasszikus ilyen, kicsit ilyen olasz, ilyen Ferrari-s feeling, ahogy ez a, nem tudom, ez a váltó elhelyezés, meg ahogy így klatja, nem tudom, ez olyan, nem is olyan klasszik japán. Hát ugye ez még a japánnak a másoktól nyúlunk korszaka. Igen, de tényleg? Indulnia kéne? Nincs ki volt a szetet? És gyere ide előre, nem tudom, hogyan kell beindítani. Mint mondtam, vannak hibái az autónak, ez egyik ilyen, a utaskapcsolónak a problémája. És van itt egy ízléses, üres van, van itt egy ízléses vezeték, ami ide érint. Megvan a helye itt az akkumulátornál, és így indul. Ennyi. Szóval szépen. Szépen jár, van némi olaj folyás telepedőjelnél, de szerintem ez betudható a korának, meg a lepingottságának. Amúgy viszont nincs rossz állapotban az autó. Meg egyébként ugye egész gyárias ez a motor, tényleg. Igen, egyébként meglepően kevésben a zsiguli alkatrész. Szétmokkantva. Mindeközben. Oda néz, küszöb. Wow. Jó, hát a varrotot el kell tömíteni, basz. Tök jó. Szerintem jól néz. Igen, itt közben már. Amikor a kuncsaf mustrálja munka közben. Van tömítés. Na, kéne viszont nekem még egy darab lemez. Mert ekkora darab lemez? A mérőszalagot adjál nekem, légy szíves. Mondom. Azt mondja, kell nekem egy lemez csík. Ez milyen durva, hogy a kuncsaft így nézheti a folyamatot is végig. Ez nagyon csodálatos. Fullos szolgáltatás. Ez egy teljes mértékben, itt nincsen elfelé. Szállás, te kivágó. Menjünk vissza, Baszom meg, ez hülye. Nagy fémek vannak nálam, kalapácsok. Igen. Vigyázz meg azon. Nem megyünk kik a autókázni? Nem, annak lenne egy Subaru. Kivinném csapatnyi mezőre. Úgy is papírja, nem? Ja, hogy oszt. Van papírja, sőt egy műszakija is van. És eladom én mindig? Aha. Eladod? Holnap jön neki érte. Persze, eddig. Tényleg? És akkor is leteheted most ide alulra, hogy amúgy eladtam. Talán. Talán. Vagy nem tudom milyen linket inkább, mert baromira nem vettem egy... Egy jó Wilhaber ezt linket. Én azt mondom, nézed. Kuplung az egy helyjel közben. Létezik, tehát van benne. Jó, majd közben egyébként mondjad, hogy merre menjünk most. Ha erre kimegyünk egyenesen, az jó, aha, hogy fordulunk. Egyenesen, igen. Jó. Ha érzem, igen, hát ez kicsit csúszanos. Meg lehet szokni egyébként. Szóval az ülés pozíció az tök jó. Jó mély. Nekem azt tetszik. Ez már túrós tészta kicsit. Kettessel voltosan. Aha. Ügyes ember lett, az szépen. Ha. Aha, jó, az most én voltam. De nem engedtem. Mert amúgy meg tényleg egy nagyon pörgős dolog. Aha. És nekem ez nagyon furcsa volt így a japán autóknál, hogy
Egyes. Ja, csak azt mondom, hogy hoppá, most éreztem, védett. Igen. A kettes szinkron az nincs. A szinkron, igen. Igen, racsingolták egy picit, meg nem tudom, van-e olaj a váltóba. Talán van. Ah, és most érzem a hátsó futóművet is. Igen, az... általában balra fog, vagy nem, jobbra fog eldobni, aha, a baloldali szarab. Jó. Ugye kanyarba illik nyomni a gázt, mert különben... Igen, különben gázelvételni, balra vagy? Bocsát, jobbra. Ja, most már lehet, hogy... Egyébként az a legnagyobb technikai problémája az a váltó. Aha. Ez a szinkron hiány az, aha, utal dolgokra, mondjuk olajhiányra, meg ilyenekre. Aha. De mondom, még semmit nem csináltunk az autóval, öntöttünk utána olajat. Holtjáték az mindent a Mercinek körülbelül. De ha minden jó megy, akkor lesz előbb-utóbb hozzá, igen, tudsz. Igen, a kormányban van egy pici holtjáték, tehát most ez ennyi kilométernél ez már ilyen. Hát meg ugye nem kapta meg az időszakos karbantartást. Igen. Mint olyat. Nem véletlenül nagyon... kötött ki nálam. Nyilván. Már bemelegedett egy kicsit. Alakul ez a kupló. Megint bocsánat, jó, most már megvan a finomságnak az a határpontja, ahol elbírja. Jó van, hát figyelj, most tudjuk, hogy te nagyon szép és általában jó állapotú autókat szoktál tesztelni. Ja, nem, hát és nem szempont alapvetően. Most... Merre megyünk, bocsánat, közben? Balra. És most gondoltuk, beledobunk téged ide a lecsóba. A mély vízbe. Igen. Golfos kollega. Megfelelően lerakott kettes golfa. Bocsánat, a szemüveg repül. Ott repül, nem vagy? Ez az. Igen. Igen, a váltó, kuplung... Hát igen, fáradt szegényke. Azon már érződik a kilométer, de egyébként... Viszont jóval olcsóbb a szinter kuplung, mint a gyári. Na, hát akkor... Úgyhogy... Nincs kérdés. Nincs. De egyébként mindezek ellenére tök kellemes. Kíváncsi leszek, hogy mi a benyomásod róla is. Teljesen. Tehát, hogy az ilyen... japános érzet, az még így is megvan a váltóban egyébként, tök pontos, most azt a kettest leszámítva. Ez élni akar. Ugye? Ez élni akar. Ez volt az, amit én megláttam benne, mert én is csak akkor mondtam rá, hogy ezt most visszük, amikor kipróbáltuk, és láttam, hogy látod, hogy egy lefingott, lerugott rüszmet autó, de amikor elforgatod 7000-ig... Igen. Ez nagyon klisé, de a feeling az abszolút megvan benne. Adja, nem? Teljes mértékben. Na, szuper! Srácok, akkor ne is, én voltam a teljesen retardált idióta, hogy ezt megvettem. Úgyhogy egy rendes autós youtuber kolléga is látja benne az érzést. Abszolút. Hallja benne a feelinget. Az teljes mértékben ott van benne. Ugye? Nyilván kell vele foglalkozni, de... De most kap egy futóművet. Ebben az ásában mit szeretne ma az ember? Főleg egy tényleg alapvetően ritka cuccról beszélünk, szóval... Tök jó. Kapcsolj egy lámpát, szélső karta kerül. Igen, az, hogy volt ott. És fölnyílik el a lámpa. Annyira jó. Az azért még hozzátesz. Mert ugye ezt látod innen. Ott a két buksitelen. 6000-nél el is váltottam, tehát még lett volna hova. Olajat sem cseréltünk még benne. Akkor, bocsánat. Semmi gond, fiai. Én azt gondolom, hogy ennél szerintem ennél kapott már csúnyábbat az életben, mint hogy... Én szerintem, amikor megvette a köztes tulajdonost, egy hónapig nyílen járt vele, úgyhogy... Hát... Igen. Ez már kapott rosszabbat is, mint itt. Ez a kormány, ez ilyen nagyon esztétikusan kapott egyébként. Tehát ez olyan, mint hogyha egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen klasszikus, ilyen amerikai bőrözés, egy ilyen igen, csak rusztikusra csak így készített. Meg, így meg ragad? De... Hát egy kicsit. Ja. De azért érzékelje az ember folyamatosan, hogy... Itt azért vannak dolgok. Igen. Kettesbe szépen leforogja. Tök jó. Ugye? Haladós egyébként. Tehát most így ez a motorerő ehhez a futóműhöz. Rengeteg. Én azt gondolom, hogy sok is. De nem, ez jó lesz egyébként. Ez egy jó futóművel teljesen élhető szerintem. Itt a belterem és a kormányt leszámítva nem vészes. Hát használt. Klasszik, japán, ezt
azt imádom ezeket a kezelő felületeket. Fűtés is van benne, mint olyan. Stippen. Ja igen, mert most idegen vagyunk. De csinál olyat, mint fűtés. Ezek a bajusz kapcsolók, ezt imádom. Változtuknya az így... Igen, azt nem mondom. Meg ne nyúl kell, hogy szerintem, meg ezt is meg igényesen kájhelyzüstel lefújt ablaktól barok. Ó, igen, igen, ezt észre sem vettem. Csak így próbálom felhívni a figyelmet az apró esztétikai ilyenségekre. Igen. De hát... igazság szerint... Igen. Ennyiért szózok is a kapok jobbat. Hát ennyiért... Igen, de ebben az ársában is jó nyilván... Nem mondtam egyik megelézetnek, hogy mennyi volt. Nem mondtad? Nem. Jó, én azt mondom, hogy nagyon jól vette Tomi. Tehát... Lehet tippelgetni. Gondolj egy számra, hozd el 3-mal. Nézd meg mobilén, ott lehet 15-tel. Hát minimum, igen. Nem tényleg, tehát hogy... kategória, ami nyilván piaci alapon, hogyha elkezdeni nézegetni, hogy meg kell rajta csinálni dolgot, akkor persze erre is rá lehet borítani baromi sok pénzt, de... Hát figyelj, hogyha ebben mindent meg akarnék csinálni, ez egy 3 millió forint minimum. Jó, igen, de tehát, hogyha még csak ott vagyunk, hogy tényleg jó legyen, még az is nyilván sok pénz, de... Pénz kell bele, de most dolog. De ez egy ilyen biznisz. De inkább munka kell bele, hál' Istennek, mint igen, pénz. Igen. Azt, hogy megoldjuk. Na, szerintem ez egyébként egy jó alap, tényleg. Na, örülöm, kíváncsi voltam a véleményedre, már így azért nem is tudom, hogy mondtam róla semmit előre, de... Ne, nekem ez egy jó önigazás. Igen, meg tényleg motorja, az tök egészségesnek tűnik, és nem tudom mennyi olaj, van benne. Vagy fogyasztás. Valamennyire csipegeti, de ahogy elnéztem, inkább ereszti. Aha, hát az... Meg szerintem a szimmeringeknél sincs minden rendben. Meg úgyis kuplungozni kell, tehát eleve a szimmeringet ki fogjuk cserélni. Úgyhogy ja, lesz majd. Valami dolgokat meg kell csinálni, igen, de... A fék ja, fölvedék cserei, és a fék rendben... Van olajhőfok visszajelzés. Nyomás. De az nyomás? Vagy most lát, az nyomás. Az nyomás. Az nyomás, igen. De az jó, mert tudjuk, hogy mikor folyott el. Persze. Szerintem életemben először vezetek Subarut. Én azt gondolom, igen. Nagyon nem is jól állítottam magamnak az ülést. Futóművel az kifejezetten jó. És igen, nem is vészesen gyenge. Tehát, hogy jó, nem is kéne, hogy gyenge legyen. Egyébként de hogy... a futóművel az egy az egyben ugyanaz, mint az a VRX-é. Szóval ez többre van tervezve. Hány lóerő ez? 125. 125 lóerőhez képest egyébként. Meglepően fülke. Igen, teljesen jól megy ahhoz képest. Igen, ez hallottad. Igen. Viszont ez ideális a magyar utakra, mert szépen bírja egyébként a... Itt már nem ismerem az utat annyira. Már aztán majd valamikor megfordulhatunk, csak... Ujjjjjjj, ez nagyon megy. Hát, egyáltalán nem akar leesni az útról egyébként. Tudom, ezért is szeretem annyira. Jó lesz ez most lehúzottabb, mert most legalább hallod. Igen. Hallani. Ezt a klasszik. Pár, most pár leforgott. Hát vágyam, az konkrétan leesik az útról itt mindjárt. Egyébként figyelj, nem rossz. Egy valami hiányzik róla. A power. A turbo. Igen. Amíg elvittük a... Andriskát megautóztatni, addig Ádám... Nem tudom, hogyha itt valamivel tudsz világítani... Gyorsan megdolgozta a kocsit. Ez még csak egy része, és ez csak monnyantás, gyerekek. Tökéletes monnyantás, figyelj. Tökéletes monnyantás. Veretősre. Na, és hát alulról így néz ki. Ugye, igazából ez az egész rész volt meg itt eltűnne, itt a végén. Igen. Innentől előre teljesen épp a küszöb, ugye itt valószínűleg azért, mert megállt rajt, megállt bent, ugye a tankbetöltő miatt a sár. Hát figyelj, egy-két évet még lehet neki rúgni pályán aztán. Arra szerintem jó. Teljesen jó lett egyébként. De... Úgyhogy itt is lehet látni, ugye ez volt a legszarabb részem, a tankot viszont lehet levenni, teljesen nem tudtam csak félrehúzni. Ugye itt ez szar volt megvarni fönn, de megoldott. De tök jó lett. De értem én, hogy ez egy szükségmegoldás, de tényleg, ha már ekkor tette volna fel érted egy popszeget se, és akkor rá fogja, hogy VFTS szélesítés. Ha találok majd pontot a eladót, akkor van. Mondjuk azért nem lett VFTS egyébként a neve, mert az a foglalt igen. Volt. Igen, ez F az a... hát nem is tudom. VTF. Igen. Fabrik. VTF. Igen. Az F az a fabrik. Az a fabrik, igen, de itt ebben az esetben, konstellációban... VTS? Nem tudom. Francia.
Az mondjuk ennyi erő, hogyha nagyon kemény vagy és menő, akkor fogsz egy alkoholos filtret, és akkor ott azt így át. Átírjuk ide. Egy F betűre, az S betűt. A Tomi az az alkoholos filtret. Jókerolások nagy király, ugye? Nem tudom, kelet-európai kompozit. Igen, tudjuk. Jó van, na ott kiéltem minden művészi hajlamot, és ott is hagytam. Minden művészi perverzió. Igen. De mondjuk egyébként úgy én nem tudom. Szóval annyira nem vagyok a típusnak az ismerője, de azért az a rengeteg lyuk, ami a bolháknak a felfogatója, és belül volt egy ilyen, hova dobtok? Mindegy, ott. Egy ilyen jó kis vízgyűjtő. Akármi szélte is gyanánt. Végül is nem rohadt ki. Á, itt. Hát de azért rohadt ki az alja. De a furatoknál. Hát itt nem. A furatok, hát figyeljé. Az alja az kirohad az mindegyiknek. A víz lefelé folyik. De a víz lefelé folyik és ott megállt, Tomé. De nem az a baj, de még egy furatot se láttam. De még egy furatot se tettek le alulról, hogy kifoljon. Hát jó, de akkor még nem lenne, mert a tervezett elavulás. Szerinted ebbe, amikor ezt tervezték, akkor már volt ilyen? Nem, szerintem meg csak igazából tök mindegy volt, mert nagy részt úgyis összetörték az első 3-4 évben. Első évben. Mindegy, jó az. Egy lájtos másnap reggel, miután szakszó oldala készen van, Ádám nekiállt az elejének. Mizu. Haj. Próbáljuk éppen felmérni az első utómi környéki károkat. Oszt? Hát oszt nincsen nagy probléma, de lehet, hogy a stabot le kell kötnem. Azt nincs nagy probléma, csak ki kell venni a műanyag dobbetétet, mert innen indul, itt már van valami irtózatos taknyalás. Megmutatod nekik? Megmutatom. Szány segéd. A1 és A2, oké, más Ádámok. Aztán, na, hogy kapnád be. Ez a probléma, hogy itt ezt már valamikor hegedálgatták. Be is húzták jó vastagon tömítő anyaggal, mert ugye ez már kevésbé gyári. És itt fönt, arra sem levesszük a dobbetétet, akkor jobban meg lehet látni. Itt igazából ezt a részt kellene kidolgoznunk, mert belülről, aztán mindjárt Tomika megmutatja, a trepni az viszont jó, viszont valamikor felültették, de ez sem gyári, mert a gyári az valahogyan úgy néz ki, az sem az igazi, mert az is nagyon van nyomkorászva, meglátjuk, hogyha az időbe belefér, akkor azt is rendbe tesszük. Mutasd meg a belsőt. Megmutatom. Itt látszik, hogy körülbelül úgy néz ki, mint ahogy az én 306-osom nézett ki, mikor felraktam egy darab sziklára. Itt az a rész, mert föl van puposodva, alulról persze az egész dobozolást felnyomta, úgyhogy Ádámig ezt fogják helyre kopácsolni. Amikor a 17-es felni meg ezt a dobbetét. Nice. Hello. Hát igen, amikor rátették a rohadó lemezre az új lemezt. Luke, én vagyok az apád. Azt hiszem meg kell csinálni, mert elég jó főtartalmat. Hát elég. Ebbű baj lesz. Ez úgy néz ki, mint a golfom volt. Hasonlít a golfomra a szakszód. Igen. Milyen viszonylatban? Semmi, csak az állapot nem tekintve. Nem, TDI ez is. Ja, jó. Hát jó, annyira nem durva, csak hozzuk a flexet. Etites flex. Király. De amikor a nyerslemezt felhegezted. Hát igen. De belülre semmi alapozott, meg semmit nem kell. Meglátod, hogy nem olyan öreg darab az a lemez. Hát rá taknyolták, hogy ne legyen ott rozsda, aztán kész. Így van. Lekentik. Valva az időben. Akkor kaptam e-mailben egy ilyen tanácsot, hogy nyugodtan taknyoljam rá a lemezt. Tomi olvast az e-mailt. Az e-mail, az megérne egy misétel. Inkább nem szeretnék rá válaszolni, mert... Jaj, mi a vélemény itt, Tomi? Olyan hangja van, mint amikor a fogorvos fogat húz és próbálja kifeszegetni a csontba és roccog. Ismerős? Nekem ismerős, csak igen. Azért. Igen, ez egy... Az a baj, hogy ez egy kurvára sok rétegű idom alapból is, csak valaki még több réteget hegytünk rá. Hát igen. Ez meg ugye az a baj, hogy főtartó dolog, meg látszik, hogy ott azért meg volt nyomva a kocsi. Itt. Ez meg volt csapva valamikor szerintem, de... Egyébként ugyanott rohadt, mint a 306-osom rohadt. Ugye az a nagy kurva helyzet, hogy ezt majdnem, hogy a stabot le kellene kötnünk. Csak én paraszmódon oldottam meg a dolgot, mert nem volt CO hegesztő még hírbe se. Akkor voltam 19 éves,
és pálcás Tesco strafóval. Egesztettem ki annó a... Jó, Pipics, figyelj, kell valamilyen ipari méretű torx, és hivatkozom, hogy nem szakad bele a csavar. Volt szép, de működött. Kell egy torx. Hogy tetszik? Gyönyörű, gyönyörű. Szép. De egyébként annyira nem, nem vészes vagy. Szellős. Én nyilván nem értek hozzá, de... De nem az, hogy... Azért nem a fél eleje hiányzik az autónak, csak a negyede. Csak pont szar helye hiányzik. Igen. Pontosan a nyilvánnak az utol betetési pontja. Fél zsigulit már te csinálod, nem? Aha, azt hiszem. Hogy állunk? Jó. Oda néz. Azt a gyönyörűséget. Wow. Ez nagyon szép. Annyi módosítást tettem bele, ezzel nem tudtam egyszerűen mit csinálni, mert ki kéne vágni az egészet, viszont ez nincs elrohadva. Annyi módosítást tettem bele a gyárihoz képest, hogy itt ugye úgy csinálták, hogy kívülről van átlapolva. Most én ezt így elfelejtettem a francba. Van neki egy belső vezetője csinálva, ugye itt lehet látni, hogy itt van visszahajtva és összeegesztve, és innen kapta meg pluszba mellé sorolva a dobozolást. Így akkor egyel kevesebb átlapolás van. Nagyon. Viszont a tartása meg ugyanúgy megvan, viszont kisebb a gócpont egy része meg lett szüntetve. Úgyhogy majd Adam csatornájára mindenképpen iratkozzatok fel, nézzétek meg. Ne iratkozzatok fel, ne nézzétek. De, hogy nem, de kötelező. Nem. Ez ugye akkor most egy kicsit hadszikka adjon meg, mert nem akarom itt egy ilyen turmenyákon, ez az ilyen kaucsukos valami. Igen, ugye ez éppen jó. Csüppen. Lemosni is épp elég, hát azt hiszem, hogy ez kavics felverődés ellen masszívan fog védeni. Kölyök, baszki! Piri! Pirike! Na, úgyhogy Budapesten környékén jártok a dalami, szóljatok is! Ugyanúgy vendégem vagytok ez... Na, hál' Istennek, mi ritka járunk arra! Mink arra nem járunk! Mink arra felé, ezzel nem járunk! Valahogy kiesik! Ehuréke! De tényleg, szóval... Hát mi igen-igen ritka járunk, ha Pestre megyünk, akkor valami fosért megyünk arra a környékre, de... Félelmetes, nagyon-nagyon szerezi vele gyorsan egy CRX szülést vagy bármit. Igen. Most volt fenn, de átküldöm majd Marketplace-on. Pont ilyesmit keresőből. Tényleg széken ülsz benne, játul ide a Honda-ból, főleg a Honda-ból, Toyota-ból, igen. Mindig Honda-t mondok, de Toyota-ból átülve, félelmetes, félelmetes. Igen. De... Durva. Ja, de egyébként... Ja. Igen. A fék. A fék az olyan, hogy de túl lenne szervózva. Lehet túl is van, de... Viszont amikor meg akarsz állni, akkor jó. Aha. Hát futómű az jobb, mint volt, de azért... Na, nem hibátlan, meg szilent, tehát hogy érződik, hogy úgy... Kell lámpakapcsoló, ilyesmi az van otthon még. Ja, köszönöm, de ezek pont igazából. A Petre egyébként most már szerintem vállalható, tehát... Simán jó. Nem mész is csak. Játékautó, tehát ezt tudjuk, hogy vigyordoboz. Persze, és jaj. Gázpedál viszont kemény. Nagyon, nagyon igen. Mert hát a kuplunk puha, mint a gázpedál. Igen, de amúgy az első tartományban utána, vagy lehet, hogy... Az igen, de utána megy. Ez valami szerintem... Trafó. Lehet, hogy kezdő trafó. Az lehet. Sőt, még kettőből nyugodt. Az az. Hallottam is, hogy jó megérdemelt sörre? Így van. Vagy tudod, hogy te vagy a hős ebben a videóban? Nem. Mi csak itt a tébláboló gyökerek vagyunk, akik videózunk. Nem! De, magasztalunk téged. Nem! Áldunk téged. Nem, azért volt jó, hogy... Imádunk téged. Elmentetek forgatni, és nyugodtan tudtam dolgozni. Olyan jó vagy nekek. Ádika is jobban mert érvényesülni. Miért fél a kamerát ilyen kis visszahúzódó a gyerek? Így van, ő is, így van. És most legalább őket is tudom gedgyülni egy kicsit, mert ma így hiányoltak ki, kb. 5-ször jöttek oda. Amíg az autó alatt voltam, mondtam, gyerekek, most nem, nincs rá időm. Minden esetre nagyon örültem, hogy itt voltál. Hát,
Én meg nagyon szépen köszönöm, és tényleg. Örülök a találkozásnak, mert szintén megismerhettelek, és hogy nem csalódtam, mert tényleg olyan vagy, mint a videóban. Ah, ezt így megmondom. Köszönöm. Ez... Andris olyan, mint a videóban. Ekte. Kiúszta a másik seggéből a fejét. Iratkozzatok föl, lájkoljatok. Igen. Patreon. Igen. Andris. Ádám YouTube csatornájának. Andris. Mindenki iratkozzon föl. 15-ször. Tomi csak 5-ször. Minden videó leírásában. Igen. De ezután Ádám. Minden videó és összes social media felületemnek a... biójában helyezkedik majd el. Rohamot kap, figyelj, rohamot kap. Hagyjatok már, ne! 30 ezer feliratkozóra föl kell vinni egy... Adam, nagyon örül a mostani törzsgárdájának. Így is néha többen vannak, mint kellene. De őket legalább idézőjelesen kicsit családiasabb a környezet, meg a kapcsolat. Nem akarok. Ne gyertek! Ne felejtsétek el, nem létezik. Kösz. Jó, hát Andis. Jaj. Köszönjük szépen hát a megjelenést. Szépen, én nagyon szépen köszönöm a vendéglátást. Lesz ennek még folytatása, ha minden rendben. A legjobbakat használd egészséggel. Nagyon-nagyon tényleg a legnagyobb köszönetem. És szerintem fogunk még találni. A kód. Miért a filmes kiszórásban egyébként? Nem, kéreztem semmit. Ugye srácok, itt a videó vége. Iratkozz föl, lájkolj Ádámra. Ott. Jó kezes utcák, tömkelege. Hali Andris. Sziasztok.